Sziasztok! Csináltam egy újabb Reston szerkezetet, emberméretűt. Sziasztok! Ebben a videóban egy kihívást mutatom, illetve hogy hogyan teljesítettem egy kihívást. Na, körülbelül egy hónapja küldte P-ball, egy kicsit több, egy számítógépet küldött, aminek be lehetett írni jelszót, akkor megjelent valami asztalszerűségnek tűnt, és aztán malacokat lehetett nézni, tehát, hogy is mondjam, tehát azért nem könnyű lemásolni egy számítógépet Minecraftban, az enyém is csak ilyen pár egyszerű dolgot tud. A jelszavas dolgot azt nem raktam bele, valószínűleg úgy csináltam volna, mint ahogy a táblazárás dolognál, tehát két tábla van és azokat hasonlítja össze. Arról is ott van a link a leírásban. Igen. Miért bemutatom, én gyorsan el akarom azt mondani, hogy hát igen, ugye kicsit több mint egy hónapja küldte. A darálós pályákról nem is beszélve, azok már van olyan, ami már fél éve vár. Hát ahogy van időm csinálni. Hála Istennek sok mindent küldtök, viszont ez az ára, hogy akkor idő. Válaszolni azt azért szoktam. Ha két héten belül mondjuk nem válaszolok, akkor nagyon valószínű, hogy a spamek között van. De egyébként visszaírok, szóval jelezzétek, hogy írtatok, küldjetek egy másikat, vagy küldjétek el újra, nem tudom. Tehát mondjuk két hét azért azon belül mindig válaszolok. Jó. Tehát mindenre sok kerül, csak türelem. Jó. Én a számítógépnek azt a CD olvasós funkcióját vettem elő. Nekem nincsenek malacok. Tehát van itt egy nagy monitor. Konkrétan a monitor 6000. És van egy CD olvasónk. A CD olvasó 6000. Ebbe kell berakni egy lemezt, a monitor pedig megjeleníti. Ez csak látványa, nem? Mint ha össze lennének kötve. Azért sütő, mert ebbe csak egy lemez lehet rakni, tehát az alsó két slotba nem lehet, a felsőbe lehet csak, vagy minek is nevezem, tárgyhely, nem furán hangzik. Szóval csak az egyikbe lehet rakni, és ez tökéletes. A CD tartó 6000-ben legyártottam pár lemezt, mondjuk, menjünk sorba, gyönyörű tájkép. Ezen egy kép van. És igazából ennyit tud, lemásol egy képet. Ha kiveszem a lemezt, akkor újra elsötétül. Riasztó szimfónia. Ezen egy zene van, én írtam. Gyönyörű, el tudnám hallgatni egész nap. Jó. És elhalkul természetesen, ha kiveszem. Repülőmadár, ne oda rakd. Ezen egy, hát mondjuk videó van, egy ilyen egyszerű kis animáció. Lehetett volna repülő malac, de nem hasonlít malacra, úgyhogy marad madár. Ha kiveszem, akkor leáll. Az utolsó az igazából egy poén, az utolsó előtte a Windows 6000. Ez csak egy kék halál. Csak úgy poénból. Na. De hogy megmutassam a működését, egy kicsit meg kell hámozni. Ja, azt pedig nem mondtam meg, hogy mit. Levegőt. Igen, itt vannak a képkockák. Hát olyan szép angolosan ugye layerek. Úgyhogy valójában nem a lemezen van egy kis csalás, hanem benne a monitorban, de hát ez Minecraft. Jó, az első az ugye a sötétség. És aztán így tovább a CD-t adtam, azt nem tudom, minek mondtam. Jó. Talán ez lenne a jó kiindulási pont igazából. Ha berakom a lemezt, akkor két command block aktiválódhat, illetve egy aktiválódik, ha kiveszem, akkor meg a másik. Na, tehát ez jelet küld ennek a command blocknak, ez lerak valahová egy reston blokkot, mindjárt mutatom. Ha kiveszem, elalszik a fákja, pedig felgyullad, és ez rak le valahová egy reston blokkot. Tulajdonképpen set és reset. Ha szépen akarom mondani. Na, nagyon szép volt. Ez itt a, ha berakom a lemezt, set block. Végaktiválja ezeket a restonokat. Mindegyik egy ellenőrzéshez van kötve. Konkrétan a sütőt ellenőrzi. Azért próbáltam úgy elrendezni, hogy átláthatóbb és logikusabb legyen. Tehát például itt van ugye a tájkép.
és az alatt lévő command block azt ellenőrzi, hogy a tájképet raktam ebbe. Oké, a reset pedig itt van, ide rak le egy command blockot, reston blockot, és ez a kettő leállítja a két, hát tulajdonképpen mozgó lemezt, az egyik a hangot, a másik pedig az animációt. Azokhoz ugye jelgenerátor tartozik, úgyhogy azokat külön ki kell kapcsolni. Nem elég csak rámásolni a sötétséget a monitor elejére. És ez ami másolja a sötétséget, mint a ki lenne kapcsolva. Oké. Na jó, megmutatom a kódot, hát mit tudom én. Test for block, megadott koordinátán, sütő. A mínusz egy azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy milyen datája van, nem fogom nézegetni, hogy most az 2-es, 1-es, tök mindegy, hogy mi, hogy van. Tök mindegy, most nem szemléltetem. Jó, items, tehát milyen tárgyak vannak benne, record far. Ott van. Jó, ha az van benne, akkor másoljon képet, ez nem nagy ördöngönség. Ugorjunk az érdekesebbhez. Ez a zene, igen. Ezt egy kicsit meg kell bontani. Jó, na itt már érdekesebb egy fokkal a dolog. Tehát az alap az, hogy két parancsot aktivál. Az egyik az másolja a képet. Na, gyorsan akartam mondani. A képkockát, igen. A képkockát másolja. A második pedig lenullázza a command blockot, hogy ne küldjön jelet. Ez ugye a success count tag. Tehát, hogy újra futtatható legyen. Ha nem nullázná le, akkor ha kiveszem a hangot és újra berakom, nem történik semmi. Tehát le kell nullázni. Történetesen itt ehhez is tartozik egy komparátor, ami kikapcsolja a fákját, akkor ezek a hopperek egymásnak adogatják a tárgyát, és felváltva aktiválják ezt a két command blockot, mind a kettőben egy play sound van. Azért van execute az elején, hogy mindig ott játssza le, ahol vagyok. Nincsen hangszóró, hanem mindig ott szól, ahol én vagyok. Jó. A másik az animáció. Ott egy kicsit több dolog van. De hogy fogom ezt bemutatni? Ő, édes öcsém. Oké. Talán ha ezt a sort itt kitörlöm, akkor látható lesz valami. Hát jó. Oké, ugyanaz az alap, csak az egyik az nem bemásolja a képkockát, hanem eltünteti ezeket a reston blokkokat. Hogy ez miért jó? Mert akkor elindul. Tehát itt is egymásnak adogatják a hopperek a tárgyat, a végén ott kitörli magából. Itt, ez kitörli, hogy ne legyen benne, ez pedig az elsőbe belerakja a tárgyat. Ide belerakja, és akkor újraindul az egész. Igen, a másik oldalon pedig egy-egy klón van, tehát itt pedig rakosgatja a képkockákat. Tehát ugye a hoppereken végigmegy a tárgy, bemásolgatja sorba a képkockákat, az utolsó az első berak tárgyat, illetve az első előttébe, ha nagyon pontos akarok lenni, ide rakja, mert azonnal átpakolja, és nem küldje jelet. Komolyan, tehát hogyha ezt állítom be, hogy az utolsó ebbe rakja a tárgyat, akkor az azonnal leadja, és nem küldje a komparátor. Valószínűleg, hogyha raktam bele volna késleltetést, akkor lett volna ideje lesz küldeni a komparátornak, de egy kicsit sietem, úgyhogy beraktam még egy hoppert, ez kész, meg átírtam egy koordinátát. Nem sokkal gyorsabb egyébként. Jó. És ennyi, igen, a reset. Ugye resetnél, a zenésnél az kapcsolta be a jelgenerátort, hogy jelet küldött a komparátor, mert aktiválva volt egy parancs. Nos itt, melyik is ez? Azt hiszem ez. Igen, itt az annak a success countját nullára állítja, tehát ne küldjön jelet, fölgyullad a fákja, happy end. A másik pedig reston blokkokat rak le, oda a hopper fölé. Amit mondtam, ugye úgy kezdődik, hogy eltünteti, tehát az a kikapcsolás, hogy rárakja. Oké, és aztán egy kis késleltetés,
és berakja a sötétséget. Azért kell késleltetés, mert legyen ideje leállni a jelgenerátornak. Tehát, hogyha bemásolja a sötétet, és mondjuk még éppen megkapja a következő hopper, akkor nem a feketeség lesz itt, hanem a madárnak épp az a képkockája. Tehát ezért kell egy kis késleltetés bele. Jó, a pálya az letölthető, a P-ball megoldása, hát igen, ő egy kicsit mást vett elő, egy más funkcióját vette a számítógépnek. Igen, de annak is ott van a linkje a leírásban. Természetesen az épp állapotúnak rakom be, nem ennek. Bár ha kéri, nem rakom be ezt minek. A kézikönyv volume.